Köszöntöm a Völtségi Magazin nézőit, Deli Kinga vagyok, és mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Vallási tárgyakból nyílt egyháztörténeti kiállítás Kisdorogon. Bátaapátiban a fejlesztések lehetőségeiről gondolkodnak. Két aranyat is szereztek a nagymányoki lőegylet versenyzői. Sprintfutás és gyorsaságfejlesztés volt a zombai előadás középpontjában. A kisdorogiak közös összefogásával jött létre az az egyháztörténeti kiállítás, amit ünnepélyes keretek között nyitottak meg nemrégiben. A tárlaton a községben élő három népcsoport vallási tárgyai, imakönyvei, családi fényképei, dokumentumai is megtalálhatóak. Legnagyobb kincs pedig az 1724-es kis harang, amit még az első német telepesek hozhattak. Mária, Isten anyja, én nekem is jó anyám. Ünnepi műsorral és köszöntő beszédek sokaságával nyitották meg Kisdorogon a Szent Lőrinc egyháztörténeti kiállítást. A megnyitón jelen volt Páncél Károly, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke is, aki elmondta, hogy megható és örömteli volt látni azt az összetartást, amit a község sokszínű lakosai tanúsítanak egymás iránt. Különösen 20. században annyi baj ért minket, és annyi baj ért a Kisdorogot is, hiszen itt az ünnepi köszöntőkben is elhangzott az, hogy a török kiűzése után itt az új életet, az ide telepített németek, svábok teremtették meg, majd a II. Világháború után gyakorlatilag ők háborús bűnösök lettek, és a lakosságnak a nagy részét kitelepítették Magyarországról. Ugyanakkor a felvidéken háborús bűnösnek nyilvánított magyarokat is elűzték a szülőföldjükről, és őket pedig ide telepítették, és hosszú-hosszú káváriájuk után meg megérkeztek ide a bukovinai székelyek, akik ma egyébként a mai falu lakosságának a többségét alkotják a székely származásúak, és hát évtizedek kellettek ahhoz, míg a múltnak ezt a nyomasztó árnyait sikerült az emberi lelkekből száműzni, és ezek a különböző helyekről érkezett közösségek itt újra összekovácsolódtak egy közös otthonban, egy közös hazában, magyarok, németek, felvidéki magyarok, és ez a felújított plébánia épület benne a kiállítással, ami egy egyháztörténeti kiállítás, de tulajdonképpen a falu történelme van ott, az itt élő embereknek a történelme, úgyhogy mindenféleképpen megható volt, és nagyon szép ez az alkalom és ez az ünnepség. Felföldi László megyés püspök, aki szintén a meghívott vendégek között volt, beszédében hálát adott az összetartó közösségért, és mindazokért a kincsekért, amit a helyiek megőriztek és most kiállítottak. Most nagyon-nagyon örülök, és nagyon boldogan látom, hogy a múltnak ebből a félelmetes szenvedéséből milyen gyönyörű gyümölcs lett, és hogy megőrizték az emberi méltóságukat, és megerősödtek, hogy itt kell élnünk, itt kell jelen lenni, és hogy mai nap is ilyen egységben, ilyen gyönyörű ünnepléssel, az ünnep az emberi méltóságnak a legnagyobb mutatója. És hogy itt egy falu közössége ilyen szépen tud ünnepelni, azt mutatja, hogy itt a lelkek, a családok, a szívek, milyen gazdagságot, milyen szépséget hordoznak. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy megismerhettem, és milyen már én is gazdagodtam ezáltal, meg így egy kicsit jobban értem az itteni embereket, az itteni lelkületet. Van ez a mondás, hogy a fa a viharnak a gyökerében válaszol. És ezt éreztem itt meg, hogy azok az ősök, akik ezt a nagy szenvedéseket átélték hétköznapjaikban, nyomorúságaikban, a hitükben, az emberségben, a családjaikban, az emberi kapcsolataikban válaszoltak. És ebben nagyon megerősödtek. És akik idevalók, innen elszármazottak, vagy itt is élnek, azok mind, én nagy hálódással néztem, hogy tanúságot tettek a hitükről. Bármiről kezdtek el beszélni, valahol ott volt benne az én hitem, az ilyen erős, de ő kapta ezt a hitet, nagyon erős hitből. És ez valójában a kereszténységnek a nagy-nagy feladata és titka, hogy az élő hitet tudjuk átadni az élőknek, hogy ők is élő hitet adjanak tovább. Hát ezt szeretném nagyon sok faluban megélni, és én köszönöm a kisdorogiaknak, hogy ilyen gyönyörű példával járnak előttünk.
Nyír János, a Kisdorogért Egyesület elnöke köszöntő beszédében kiemelte, hogy nem csak a község lakosai számára különleges ez az alkalom, hanem számukra is, hiszen fennállásuk 15 éves jubileumának méltó megkoronázása a most létrejött egyháztörténeti kiállítás. Ez a mai rendezvény ez az Egyesület számára egy nagyon fontos esemény, mert sikerült a felújítás után az épületben kialakítani egy olyan termet, ami kiállítás tartására alkalmas, és nagyon sok tárgy lett fölhasználva, beépítve, bemutatva itt a látogatóknak. Csibi Krisztina a Magyarság Házának igazgatója kisdorogiként, és a Kisdorogért Egyesület egyik alapító tagjaként szintén sokat tett azért, hogy ezek a tárgyak és emlékek megmaradjanak az utókor számára. 2007-ben, amikor bezárták Kisdorogon az általános iskolát, akkor egy kis iskolatörténeti kiállítást hoztunk létre a barátaimmal, a Kisdorogért Egyesület alakuló tagjaival, és akkor 2009-ben, 1809-ben épült templomunknak 200 éves évfordulóját ünnepeltük, és átmentettük onnan mindazt az anyagot, ami értékesnek mutatkozott, és ezt tovább fejlesztve, bővítve már egy olyan gazdag kiállításunk van, ami napról napra bővül, és ezzel nem túlzok. Tényleg naponta érkeznek újabb és újabb felajánlások, emléktöredékek, szentkönyvek, imakönyvek, nagyon-nagyon sok tárgyunk van. A legbüszkébbek talán a legkorábbi tárgyunkra vagyunk, az 1724-es felirattal ellátott kis harangra, amelyet valószínűleg még a Fulda környékéről ide települt németek hozhattak magukkal, és nagyon sok olyan régi tárgyunk van, mint az 1841-es feliratú keresztelőkút, vagy az 1874-es feliratú kereplő, amely azt hiszem, hogy a környékben egyedülállóak, és megpróbáltuk ezek köré még azokat a fényképeket, dokumentumokat, egykori levelezéseket és természetesen levéltári kutatás alapján történetet köré rakni, ami egy önállóan is megálló kis tárlat lett. Tehát egy gyűjteményből egy kiállítás sikerült létrehoznunk, de már azon gondolkodunk, hogy annyi tárgyunk van, hogy túl szűk a hely, és hogy merre felé tudunk bővülni, ezen gondolkodunk. Megvoltak azok a családok, akik a templom közelében éltek, tehát az egykori sekrestyések, a mostani sekrestyés családok, a harangozók, a kántorok, itt nagyon különleges volt, és a kisdorogiak elmondhatják magukról, hogy 4-5-6 generáció nőtt föl, úgyhogy hogy a Laufer testvéreknek a gyönyörű énekére, dallamaira nőhettünk fel. Tehát ez olyan muníciót adott nekünk, hogy örömmel mentünk annak idején a Szentmisére, hogyha a Laufer Kati néni, Jancsi bácsi, János és a kántor Laufer Sebestyém együtt énekeltek, tehát a temetések, az esküvők és minden szentmise olyan többlettel bírt az ő általuk, ami felejthetetlen volt, tehát megvoltak ezek a családok, akiknek még több fotójuk volt, még több adalékot tudtak adni visszaemlékezéseik alapján az egyház történetéhez, és az utolsó plébánosunk, akik több mint 40 éven keresztül a 90-es évek elejéig 45-től egészen itt Kisdorogon szolgált, Szinger József, az ő hagyatékára épült a kiállításunk. A kiállítás kettő céllal jött létre. Egyrészt a tárlat a látogatóknak betekintést ad a színes és gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező falunak az életébe, másrészt pedig a helyiek számára nyújt fogockodót, amihez időként visszatérhetnek, ahol megtalálhatják múltjuk csodálatos emlékeit. Miközben a települések nagy része azon gondolkodik, hogy a megnövekedett rezsiárak mellett hogyan működtetik majd intézményeiket, Bátaapátiban a fejlesztések lehetőségein dolgoznak. A cél a lakosság komfortérzetének növelése. A tervek között szerepel például a játszótér felújítása, a templom tulajdonba vétele, de a polgárok házainak energetikai korszerűsítéséhez szükséges anyagi segítség is. Ez a dombok között megbúvó völgységi település Bátaapáti, amely azzal szerzett magának ismertséget Magyarországon, hogy itt hozták létre a paksi atomerőmű nukleáris hulladék lerakóját. Mindez jelentősen befolyásolja a mai napig a település életét, hiszen a nukleáris pénzügyi alapból befolyó összegek nagy segítséget jelentenek a helyi önkormányzat számára. Bátaapáti azon kevés települések egyike Magyarországon, ahol nem félnek az emelkedő rezsiáraktól, és nem azon gondolkodnak, mit kell majd becsukni a település intézményei közül, hanem azon, hogy milyen beruházásokkal emeljék az itt élők komfortérzetét. Krahun Szilárd polgármester azt mondja, számos ötletük van a jövőre nézve.
Egy kicsit mi jobb helyzetben vagyunk, mint más önkormányzatok, hiszen a radioaktív hulladék kezelő társaságnak itt van Bátaapátiban a hulladéktárolója, és így a nukleáris pénzügyi alapból mi egy bizonyos összeghez hozzájutunk. Ez a társadalmi ellenőrzés tájékoztató társulás, ami 8 települést ölel föl, és ezen az összegen, amit kapunk, mi osztozunk egymás között, osztjuk föl. Ennek egy szépséghibája van, hogy ezek a pénzek címkézett pénzek, sok esetben nem tudjuk olyan dologra, amire én nagyon szívesen költenék, a lakosság komfortérzetét is növelni azzal, és a lakosságot is segíteni, fűtéskorszerűsítés, ami most aztán égetően fontos, napelem, és mi ebből a pénzeket, hogyha felszabadítják, én magam ezen dolgozok, és most már talán lehet látni a fényt az alagútba, hogy ez be fog következni, és akkor a lakosságnak is nyújtunk pályázati lehetőséget ilyen fejlesztésekre. Az a terv, mondja Kramun Szilárd, hogy a fejlesztések jelentős részében az önkormányzat a költségek nagyobb hányadát állja majd, míg a fennmaradó részt kell a lakóknak mellé tenni. Ha a terveik beválnak, akkor ez egy teljesen új gondolkodást indít majd a nukleáris alap felosztásában, hiszen ebből eddig csak közösségi építkezések jöhettek létre. A település vezetése azon dolgozik, hogy a mai irigylésre méltó falukép még inkább szebb legyen, és az itt élők igazi otthonként tekintsenek Bátaapátira. Ennek a folyamatnak részeként épül az új játszótér a faluban, bekerítették, és a vadak ellen védőszt eszközökkel szerelték fel a község temetőjét. Olyanról, hogy az egyház kezelésébe került valamilyen intézmény, már sokszor hallottunk, de olyan, amikor egy település veszi kézbe az egyházi vagyont, sokkal kevesebbet. Itt erre készülnek. Bátaapáti temploma kerülhet az önkormányzat tulajdonába. Az egyház megértette, fogadókész volt, hiszen tudják, hogy nincs pénzük, nem tudják rendbe tartani, nem szeretnénk a funkciót megváltoztatni, tehát ez kitétel volt, tehát ők ezt kérték. Természetesen, de gondolok olyanra, mint hogy most is van már évente egy alkalommal a Rowan Hendrik emlékkoncert, tehát ide lehetne hangversenyeket hozni, az én terveim között szerepel már nagyon régóta, és ha sikerülne, ebben van egy műemlék jellegű, nem műemlék jellegű, hanem műemlék orgona, ami több mint 200 éves. Tehát ennek az orgonának a felújítása is ide lehetne kulturális műsorokat is behozni. Nem szeretnénk változtatni rajta. Azt tervezik a településen, amennyiben szabadon használható forrásokhoz jutnak, az eddigi ráfordítottakkal magasabb arányban korszerűsítik a templomot, mely közel 700 fős befogadó képességű. És ilyen lesz még a temetőnek a megvásárlása, ami az egyháznak a tulajdonában van, így ezekből a pénzekből például ezekre nem költhetünk, mert nem az önkormányzat tulajdonában van. De hogyha az önkormányzaté lesz, megvásároljuk, onnantól kezdve eddig is mi tartottuk rendben mind a temetőt, mind a templomot is, de például pályázni nem pályázhatunk, és mondom, ezeket a címkézett pénzeket sem használhatjuk föl. Eddig is mi tartottuk karba, csak mondom, hogy ezek a pénzek nem voltak lehívhatók, amit ráköltöttünk. Bekerítettük, mert a vadak beszorulnak már szinte a település határába, és itt is gondot okozott, hogy a temetőbe bejártak a vaddisznók, most már körbe van kerítve, villanypásztorral van, még ellátva a kerítésen kívül, tehát úgyhogy kaszáljuk, rendbe tartjuk, odafigyelünk rá. Kramun Szilárd azt mondja, előre haladott állapotban vannak a tárgyalások a pénzfelhasználás módosításának ügyében. Ha döntés születik a kérdésben, az önkormányzat pályázatot ír ki a lakosság számára, és gyors döntést ígér annak érdekében, hogy a napelemek megvásárlása és felszerelése, vagy a szigetelési munkák is el tudjanak indulni. Kiemelkedő eredményt értek el a nagymányoki lőegylet színeiben induló sportolók a Szászváron megrendezett gyorspont versenyen. A 8 megszerzett éremhez a férfi és a női lövészek is egyaránt hozzájárultak. Ezzel az elmúlt évek egyik legsikeresebb versenyét abszolválták. Utánpótlás versenyzőkben bővelkedik a nagymányoki lőegylet, hiszen a legutóbbi országos megmérettetésen kiemelkedően teljesítettek a település lövészei. Szászváron a repülőtéren került megrendezésre a MDLS szövetségnek a országos gyorspont versenye. És hát meg kell mondanom őszintén, hogy mosolyogva jöttem haza, mert 8 érmet sikerült elhozni a kicsi egyesületünknek. Ebből van 2 arany. Itt kiemelném a Domokos Csengét, ő most nem tud itt lenni velünk, mert dolgozik, de ő a lédi kategóriába aranyérmet lőtt, és nagyon büszke vagyok rá, mert nálunk kezdett. A Boris Zoli lőtt még aranyérmet, a saját kategóriában nyilván. A Foglüzinger István
szuper szenior kategóriába második helyet, a Bélafi Dávid szenior kategóriába második helyet, és akkor van még 4 bronzunk, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy eredményes hétvége volt, úgyhogy tényleg mosolyogva jöttem haza. Azért most már 6-7 éve itt vagyunk, ilyen eredményes évet, illetve versenyt még nem zártunk. Voltak kisebb versenyeken aranyérmek természetesen, de azért az idén az Ördög Attila lőtt egy Seal Challenge-be egy aranyérmet. Ő várományos az Európa-bajnokságra is, és úgy gondolom, hogy ott is jó helyre várományos. Biztos, hogy szinte biztos vagyok benne, egy dobogós lesz. És hát itt a gyors pont országos bajnokságban azért azt tudni kell, hogy az ország krémje indul, tehát én nem is szoktam ezeken a versenyeken indulni, mert föl se érem, de abba elsőnek lenni azért az számít. Mint minden versenyszámnak, ennek is megvan a maga sajátossága. Nem az egész űrlapot teszik ki ezeknek a versenyzőknek, csak a közepét, tehát fölösleges, mert szóráskép mondjuk ekkora, és 15 versenylövést kell leadni, 3 lőlapra, hogy értékelhető legyen, mert ezek a fiúk azért ki tudják lőni a lőlap közepét, és mondjuk nem lenne értékelhető. 5 lövés van lőlaponként, de így is még előfordul, hogy egymásban vannak a lövések, és hát időre 20 másodperc alatt. Tehát ez az, ami azért egy kicsit nem egyszerű. Tehát én úgy gondolom, hogy kezdünk felnőtté válni, bízom benne, hogy az idén meg tudjuk pályázni az új lőteret, és akkor precíziós lövészetbe is tudunk majd csapatot fölállítani. És hát várunk még jó versenyzőket ide hozzánk, meg hát természetesen a fiatalokat, gyerekeket, mert úgy gondolom, hogy az utánpótlás az fontos. Hát olyan 80-90 körül vagyunk, ebből aktív versenyző mondjuk 20-25. A többiek csak játszunk, én is a játékosok kategóriába tartozom, természetesen meglövöm versenyeket, amit kötelező. Ez egy felnőtt játék, ami egyébként a játék mellett egy nagyon fegyelmező és egy nagyon szigorú sport, és el kell mondanom, hogy most amióta létezünk, nem volt balesetünk, odafigyelünk egymásra, és rettentesen fegyelmez mindenki, gyereket, felnőttet, időst, mindenkit. A nagymányoki versenyzők közül Boris Zoltán teljesített a legjobban. Egymaga 3 érmet is szerzett. Több számban indultunk, vagy hát én jelenleg pisztollyal, kiskaliberi pisztoly nyílt irányzékba, nagykaliberi pisztoly nyílt irányzékba és a kis puska optikában indultam. Ezek voltak a fő számaim, és sikerült azért egy első, meg egy második, meg egy harmadik helyet elhozni. A legnehezebb talán a kis puska optika volt, mert nem feltétlenül ugyanolyan kategóriák mellett versenyez az ember, és bizony előfordul, hogy egy sokkal hangosabb puska áll be mellé, akkor ez így szabályos, mindenkinek ugyanolyan lehetősége van lőni, hát nyilván akkor jobban kicsit meg kell fogni a dolgot. De mivel már ezt rengetegszer meglövi az ember, mindig verseny ugyanazt kell csinálni. Nem rakják messzebb a lőlapot. A sok gyakorlás mellett fegyelemre és koncentrációra is szüksége van a versenyzőnek. Ezen kívül a legnagyobb értékét, a fegyverét sem szabad elhanyagolnia. Nyilván a lőtérre ki kell menni edzésre, azért minél többet, ahogy van ideje az embernek, és verseny előtt az egy héttel egy jó kis karbantartás, hogy ne legyen akadály, mert az világvége. Hogyha ott van egy elakadt lőszer, pisztollyal lesz egy verseny, egy 2 hét múlva most jelenleg arra készülök. Ennél a fajta versenyszámnál mindig 5 darab lőszert árazunk a sorozatoknál, és minden lőlapra, jelenleg ennél a versenynél lőlaponként volt 5 lövés, és ugye 13-as a maximum köretség, és akkor 195, és akkor ahány hibát raksz bele, annyi mínusz. A sportlövészetnek több fajtája is van, melyek közül az embernek meg kell találnia a számára legtesthez állóbbat. Én inkább a sportosabb sportlövészetet szeretem. Én nem ezt a taktikai dolgot. Ezen felül amúgy abban is lövök, csak valamit jobban szeret az ember. Amióta az eszemet tudom, lövök.
persze légpuskával fiatalabb korban, és hát mennyi, 14 éves korom óta, akkor úgy mondom. Rengeteg gyakorlással, fegyelmezett magatartással és kellő alázattal bárkiből válhat eredményes sportlövő. Zombán évkezdő szakmai nappal indították el a 2022-23-as tanévet a térség testnevelő tanárai. A 70 fő részvételével zajló eseményen a sprintfutásé volt a főszerep, egy amerikai szakember segítségével olyan szakmai előadást hallhattak, majd gyakorlati bemutatót is láthattak a pedagógusok, amit ők maguk is beépítetnek majd az órák és az edzések tananyagaiba. Az idei tanévet egy szakmai nappal kezdték meg a térség testnevelő tanárai, ahol a fókusz a sprintfutáson és a gyorsaságfejlesztésen volt. Úgy szeretnénk indítani a tanévet, hogy egyrészt a tanév változásairól képben legyenek a testnevelők, másrészt a diáksporttal kapcsolatos fejleményekről is tájékozódjanak, valamint mindig egy szakmai feltöltődés is benne van. Szeretnénk a gyerekeket szeptemberben úgy fogadni, hogy nem csak a megszokott és a jól bevált módszerek, elképzelések vannak, hanem mindig próbálunk új inspirációt nyerni, úgyhogy mai napon is sikerült egy ilyen atlétika alapú, egy, hát mondhatjuk, hogy sztáredző, világszinten sztáredzőnek a közreműködésével nagyon komoly szakmai programot véghez vinni. Alapjában véve testnevelő tanárokra építjük szervezésben a Tolnamegyei Diáksport Tanács és a Tolnamegyei Testnevelő Tanárok Egyesülete közösen végzi ezt most már évről évre. Földesi Gyula érdeme ebben elvitathatatlan. A helyszínt évről évre egy zombai pincészet biztosítja a testnevelő tanárok évkezdő szakmai fórumához. Tavaly évben szeptemberben én elvállaltam a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatói feladatkörét, és így ismerkedhettem meg Lorenz Igrévvel, aki most már december óta dolgozik a magyar atlétákkal. Egész világban nagyon komoly nyomot hagyott ő neki a tevékenysége, és személyesen is nagyon jó barátságba kerültünk azzal együtt, hogy egy volt tanítványunk, Barta Dávid, a most szán segédje neki, és nap mint nap együtt dolgoznak. Tehát így adódott, hogy tulajdonképpen tolnamegyei testnevelők találkoztak vele először így ebben a formában. Én azt gondolom, hogy a sprintfutás és a gyorsaságfejlesztésben azt az iskolát tudta bemutatni, amilyen semmilyen könyvben nincs leírva, nem oktatási anyag, hanem gyakorlatilag a 90-es évek elején ezt néhány tudós ember fejlesztette, dolgozta ki. Tehát én úgy gondolom, hogy a legmélyebb tudáshoz jutottunk hozzá. Tanév közben is szerveznek szakmai napot fél év tájékán, valamint év végén, amikor egy pincehelyi szőlőbirtokon zárják a tanévet. Bár az információ áramlás korát éljük ugye az internet szélességével, de a személyes megbeszélések és a személyes találkozások mégiscsak hordoznak valami olyan újat és olyan töbletet, amit szerintem pótolni nem lehet, hát mi igyekezzük ezen a fórumon ezt is behozni. Örömmel állapítjuk meg minden évben, hogy bár semmi kötelezettség nincsen, valójában az iskolák testnevelőik révén mind képviseltetik magukat, tehát több mint 70 fővel vagyunk jelen. A megjelent testnevelő tanárok száma is mutatja, hogy ők maguk is fontosnak tartják ezeket a fórumokat, amelyek alkalmával sok új hasznos információval gazdagodnak. Amióta én a pályámon vagyok, minden évben összejönnek a testnevelők szeptember előtt, még az évkezdés előtt. Ilyenkor megbeszéljük az évi teendőket, a versenyrendszerről beszélünk, diákolimpiákról beszélünk, és mindig van egy tartalmas továbbképzési része is. Most a sprintfutásról hallottunk egy nagyon tartalmas továbbképzést, láttunk is és hallottunk is, egy nagyon nagy tudású amerikai szakembertől hallottuk azokat a dolgokat, amiktől remélhetőleg Magyarországon is sokkal több jó sprinter lesz. Ez azért fontos nekem, mert én is atlétaedző vagyok, úgyhogy én szívesen hallok mindenféle újdonságot. A megszerzett információkat a diákok technikájának fejlesztésére használják majd fel a pedagógusok. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!